Beszabadultunk egy medvebarlangba, és mindjárt kiderül, hogy mi köze a maciknak a melegséghez, illetve megkérdezzük Arkádiust és Balázst a bejegyzett illetési kapcsolatukról. Mióta vagytok együtt? 2001. szeptemberétől. És hogyan ismerkedtetek meg? Magyarországra jöttem ösztöndíjjal, hogy magyarul tanuljak, 10 éve. Feladtam olyan hirdetést, amelyben írtam azt, hogy olyan pasit keresek, aki szépen beszéli a nyelvet, úgyhogy én tanulhassak tőle, mielőtt vissza kell mennem Lengyelországba, Krakkóba. És ezzel egy idővel találtam Balázsnak a hirdetését, amelyben egyik kevés hirdetés volt, ahol volt igazi név, telefonszám, a munkahelyi telefonszám, otthoni telefonszám, és főleg az az információ, hogy én rádiós vagyok, tehát nyilvánvalóan, ha valaki mikrofonba beszél 10 millió emberhez, akkor csak szépen tud beszélni magyarul. Ez volt a motiváció. Kritérium nálam az volt, hogy beszéljen szépen magyarul. És akkor szeptember 11-edek után néhány nappal találkoztunk először, aztán aztán ide költözött, és akkor azután meg így maradt. És az első randiról csak annyit emlékszem, az első randiról, hogy kollégiumban laktam, Dajka Gábor utcában, ahol nem volt televízió, és mindenki a metróban és az utcán beszélt arról, hogy állítólag már Amerikát megtámadták, és az első randin itt Balázsnál hát az járt az eszembe a fejemet, hogy hát én szeretnék valami hírt kapni, bekapcsolhatnánk a tévét, vagy hasonló, hogy én, mert én nem tudom, hogy mi történik. Alig tudtam a nyelvet, az újságban alig tudtam elolvasni, hogy mi van, és a televízióban nem láthattam az eseményeket. Szóval így kezdődött. És milyen nyelven beszélgettetek? Hát ő azért jól tudott magyarul kommunikálni, beszélni, az egy újságszöveget pontosan érteni, ez egy másik néhány év eltelt, aztán már tudja. Egyből összeköltöztetek? Néhány hét után. Látom, hogy sok a csecsebecse a lakásban, tehát nagyon össze szoktatok, költöztetek. Igen, szóval a falikerel miatt azt én kezdtem el gyűjteni még a régi lakásban, aztán mikor elkezdtünk együtt élni, akkor együtt jártunk bolhapiacra, és akkor még mindig vettük ezeket a falikerámiákat, eljutottunk, betelt a fal, de közben egy másik függőség alakult ki, a maci vagy a medve gyűjtés, ezt viszont kifejezetten te kezdted el, illetve te mondtad, hogy ez nekünk kell. A maciknak már azért van valamiféle meleg kötődése. Macik hogyan viszonyulnak a melegséghez? Minden európai nyelvben, kivéve a magyart, a férfit macizzuk, medvízzük. Tehát ha valaki meleg és férfi, akkor azt mondja, hogy én szeretem a macikat, vagy te hetero vagy? Nem, én a macikat szeretem, vagy hasonló, és az nem testiségre vonatkozik, hanem a férfiasságra. Most bejegyzett élettársi kapcsolatban éltek. Mikor határoztatok el, hogy megkötitek? Hatályba lépett a törvény, ugyanabban a percben én már a sorban álltam a anyakönyvvezetőnél, a 8. kerületben, az összes szükséges papírral, hogy regisztrálhassam a szándékot, mert külföldi vagyok, tehát az kicsit komplikált, először jelenteni kell a szándékot, és csak utána komolyabb ügyek vannak. Egy hónappal a bevezetés után tudtunk, de rögtön a lehetőség első napján megtettük. Ennek azért van egy előzménye is, mert hogy amikor a bevándorlás és állampolgársági hivatalnál bejelentkezett a Arkádius, és ott a papírra azt írtuk be, hogy, vagy én azt akartam beírni, hogy családtag, és mondták, hogy ő nem családtag. Hát de mondtam, együtt élünk, hiszen akkor még mi nem volt Lengyelország sem, Magyarország sem az EU tagja, hanem más szabályok vonatkoztak erre, és baromi dühös voltam, hogy nem ismerik el családtagnak az én élettársamat, és ezért még alkotmánybírósághoz is fordultunk, annak idején még lehetett, mert akkor egyértelmű volt, hogy ha majd lehet, akkor egészen biztos, hogy mi össze fogunk házasodni. A bejegyzett illetési kapcsolat megkötését lehet esküvőnek nevezni? Csak esküvőnek, hát minek másnak. Bocsánat, ez egy vitatárgya lehetne. Jó, azt írja elő, hogy ez
nem házasság, ez bejegyzett életesi kapcsolat, és így tovább. Vannak formai és tartalmi kritériumai, tudomásul veszem, hogy ez nem házasság, de gyakorlatilag mégis az, hogyha beszélni kell róla, akkor akár mind a kettőt is használhatjuk. Kijelenti-e Arkadiusz Kárszki, hogy az itt megjelent Páfi Balázs Bertalannal bejegyzett élettársi kapcsolatot létesít? Igen. Amikor szeretétek volna megkötni, hogyan viszonyultak hozzá a hivatalokban? Anyakönyvvezetőd hivatal dolgozói nagyon, de nagyon kedvesek voltak. A hölgy, aki ott dolgozott, meghívta a feletteseit, aki meghívta a kollégáit, és ilyen instrukciót terjesztettek ki, hogy mit teendő akkor, amikor egy magyar állampolgár és egy külföldi állampolgár egybe kell. A papírok nargójára ceruzával megírták a mi kívánságunkat, hogy legyen pezsgő, de alkoholmentes a gyerekek miatt. A naci ölelés is hivatalosan rákerült erre a papírra. A ceremónia a naci ölelés körül zajlott. Nem volt egy maci. Tehát, hogy nem azt mondták, hogy csókolják meg egymást, hanem öleljék meg egymást, és akkor megöleltük, és meg is csókoltuk, de... Ja, hogy ez külön kívánság volt a részletek. Igen. Lesz egy gyűrű. Nem, mi nem akartunk nem gyűrűt, lesz gyűrű. Nincs. Milyen zene lesz, azt mondom, a automata válaszza ki nekünk, és valami skót zene lett. És Lengyelországban is házasoknak számítotok? Maga az aktus, mint házasság nem érvényes Lengyelországban. Legfeljebb elérhetném azt, hogy a bukovnai papír dokumentumjaiba beírják azt, hogy Arkadiusz Kárszki ilyen-olyan számú ok iratot kapott magyarországi anyakönyvvezetőtől. Egy gyakorlati jelentősége, vagy súlya, vagy Lengyelországban nem ismerik ezt a jogintézményt. És a bejegyzett élettársi kapcsolat mennyiben változtatta meg az életeteket? Igazi haszon vagy előny akkor derül ki, amikor az ember bajba került. Szerencsére nem kerültünk bajba, tehát betegség, látogatás a kórházban, halál, özvegyi nyugdíj, stb. Ezeknél a fontos dolgoknál mi szerencsére még nem tapasztaltuk, hogy ez milyen előnyekkel jár. A gyerekeknél, mivel hogy tanár vagyok, itt kifejezetten előnyös volt a házasságunk. Egyszerűen korábban nehéz volt elmagyarázni a gyerekeknek, 7-8-9 éves gyerekeknek, hogy mit jelent melegnek lenni. Most nagyon egyszerű, férfi meleg akkor, amikor egy férfival alkot családot, alapít családot, együtt laknak, együtt alakítanak családot, együtt nevelkednek gyerekeket, stb. És mindez ráadásul ugye itt a felnőtt lakók, a ház lakói olyan automatikusan vették tudomásul, hogy ugye soha nem is volt kérdés vagy téma, viszont volt egy jó történet, azt mindenképpen elmesélem. Lakógyűlés volt, és kicsit sokáig tartott, és éhes voltam, és este volt, és Arkadiusz felhívott, hogy nem vagy éhes, mondtam, hogy de. Jó, akkor viszek neked szendvicset, és akkor kis tányérkám, és a szendvicset lehozta, kezembe nyomta, megpuszilt, lakógyűlés nézett, aztán kicsit tapsoltak is, majd Arkadiusz visszajött, én pedig megosztottam a szendvicset egy ismerőssel, és megettük a szendvicset, ennyi. A jövőre nézve mik a terveitek? Gyereket mondjuk szeretnétek? 55 éves vagyok, és Magyarországon még bonyolult gyereket örökbe fogadni, és így tovább, hát én nem nagyon tervezem. Arkadiusz szeretett volna. De amennyi gyerek van körülöttünk, az ennél többet nem kell.